amúgy a szörnyek világában lévő egyetemet szörny egyetemnek hívni nem ugyanolyan, mintha nekünk lenne egy ember egyetemünk? Jó, köszönöm, csak ennyit akartam. Köbö tíz évvel járunk a szörnyerté történése jelölt, amikor is Mike Wazowski-nak éppen beteljesül a legnagyobb gyerekkori álma, amint betapicskol a híres neves szörny egyetemre, hogy PhD-s rémisztő legyen. Ám de szorgos tanulmányainak gulyás levesébe egyszer csak belepottyan egy lábköröm, amit Jake P. sully hívnak. Remélem, evés közben nézitek ezt a videót. Az ezután kezdődő hangos rivalizálásuk egészen odáig fajul, hogy egy csetepaté közben véletlen leverik csúszómász dékán asszonyi sikoly rekord, tudom is én miért, amit annyira féltett, hogy még egy nyomorult vitrinbe se volt hajlandó belerakni Persze, én is így szoktam, mert az anyám kedvenc bögrével dekázok a ha nyilván. hajtja őket, mint lucskos macskát a déli betorra, ám de Mike nem mondja fel ilyen könnyen az álmait, elhatározza, hogy jelentkezik a szörnyű bajnokságra, hogy bemutassa a Tancsi néninek és a sulinak, hogy az én a, azé. Azért azé egy kicsit ijesztő cske. Ha jól emlékszem, legutoljára pont egy éve beszéltem erről a filmről, amikor is valamiért elképesztő módon lehortam, amit nem igazán érzek jogosnak. De először elmondom, hogy miért érzem annak, mert egy retorikai vakon vagyok. Hello! Ennek a filmnek olyan ritmusa van, mint egy dadogó beatboxosnak. Ez nem egy dicséret. Eleje és a vége hangulatban, poénokban és történetmesélésben is borzasztóan el lett találva, főleg a vége, de erről majd beszélek később, viszont ahelyett, hogy ez a két rész kitenni a film kétharmadát, nem teszi ki a felét se! Na de akkor mi történik a maradék időben? Köszönöm, hogy megkérdezted, kedves... Én. A válasz az, hogy semmi jó. Elképesztően kiszámítható klisés történetszálak, irritáló, felesleges, nem vicces, sőt, bocsánat, nincs jobb szó rá, de cringe mellékszereplők és elsietett karakterívek. És erről az utolsóról beszéljünk külön. Rendől a Pixar egyik legjobb főgonosz a szerény véleményem szerint, és az átfordulása a Sötét oldalra egy kósa fél mondatba lett összecsapva. Nem, tényleg nem túlzok semmit. Fél mondat. Speaking of elrontott karakterek, csúszómász dékán asszony... Nem jó. Valamikor műkszik, például amikor nem, karikatúra akar lenni, de már mint igen, már minden középsuliban megvan ez az egy tanár, aki amikor belép a szobába, konkrétan évszakot kell váltanunk, annyira megkül a levegő, de ezt lehetett volna úgy is átadni, hogy ne legyen olyan, mintha nem lenne más időtöltése azon kívül, hogy gyerekek pszichéjével törölgeti a homlokát. Szóval Jap, ami Ergya, az kifejezetten és határozottan Ergya. De! Hallottátok, hogy ennek a de-nek mekkora súlya volt? Léci majd oda egy bam hangafektet, vagy valamit. Na de hogy igen, ez a film nem teljesen kaka! Yeah! Jó, még így is max középszerű, szóval ne legyél annyira boldog. A legkiemelkedőbb rész egyértelműen Mike és Szali kapcsolata. Az eredeti filmben is ez volt szerintem, Ö, és nagyon eredményesen áthozták ebbe a filmbe is. Más karakterdinamika, de az eredmény hasonló. Ez az egész kicsúcsosodik egy varázslatos tetőpontban, ami egyszerűen geniális karakterileg, történetvezetésileg, zeneileg mindenileg, és üzenetileg is tudnám is ajánlani a pályaválasztás előtt állóknak, ha a mű 70%-a nem lenne egy csipek csapat kis csoportosra szabva. De végül is a nagy kérdés, ami engem személy szerint leginkább foglalkoztatott, milyen előzmény film a Szörny Egyetem? Nos, régen beszéltünk már itt a csatornán arról, hogy milyen egy jó folytatás, de most próbálok oda visszanyúlni, mert bármennyire meglepő, egy jó előzménynek hasonló kritériumai vannak, mint egy jó folytatásnak. Például egy, a világ építése. Pipa, megismerjük a szörnyegyetemet és az ISZT tudományáról is tanulunk, de pont annyit, hogy ne essünk bele a midi a probléma, vagy nem tudom, hogy hívják, nem néztem sztárból. Kettő, hogy önálló műként is szuperáljon. Pipa. Amellett, hogy a történet nem bugdácsolt az elődje miatt, kialakítottak egy ilyen hasonlócska atmoszférát, és hála az égnek, még a fanservice sem vitték túlzásba. Mua. És végül három, az eredeti mű új fényben való megvilágítása. Pi...pácska. Pipa lenne, ha nem lenne rendőr karakterével semmi probléma, de mivel van, így csak én vagyok Pipa. Ha, 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 oké, okay, és előzményem, hogy inkább összegezzük. <laughs> Nos, a szörny egyetem végül egy tök oké okay élmény volt, néhány pozitívummal, de legalább annyi negatívummal. Engem nem igazán tudott lekötni, viszont szerintem a nagy szörnyerté fanok és a kölyköknek egy tök jó film lesz. Illetve ezen felül egy családi mozinak tudom ajánlani egy jó kis péntek estére. Amúgy megiratkozz fel még több retorikai vakondért, na papá! <laughs>